A tavalyi évben az atléták számára is rövid volt a versenyidőszak, a nemzetközi megmérettetések elmaradtak, a hazai szabadtéri szezon is néhány hétre zsugorodott. Szikszai Róbert is mindössze 3 versenyen lépett dobókörbe. 2020-at így napi egyezés mellett a feltöltődésre és a regenerálódásra használhatta fel Kerekes László tanítványa. Amikor kiderült, hogy csúszik az olimpia, elmondása szerint a motivációja is alábbhagyott, de az elmúlt év vége felé már ismét fókuszba került Tokió. Novemberben elkezdtük el a felkészülést, voltunk 3-szor edzőtáborban, csak itthon még egyenlőre. Jól állunk, úgy gondolom, hogy egy a téli eredmény tavaly 61 métert sikerül dobni, annál valószínűleg most jobbat fog. Már az olimpia megrendezésével kapcsolatban még mindig akadnak kérdőjelek, a nyíregyházi diszkoszvető úgy készül, hogy kiharcolja az ötkarikás játékokon való szereplés jogát. Erre két módon van lehetőségük az atlétáknak. Ha lesz, akkor nyilvánvaló még keményebben kell edzeni, de addig is úgy készülünk, hogy megtartják. Most 64 méteres egyéni csúcsa rendelkezek, 66 méter a szint, tehát másfél méteren belül vagyok. A ranglista helyezés már most is megvan, tehát hogyha most rendeznék, akkor jelenleg mennék. A téli dobóbajnokságon Szikszai mellett a szintén diszkoszvető Kerekes Dóra képviseli a nyíregyházi sportcentrumot. Mivel Márton Anita idén nem versenyez, idehaza ebben a számban egyeduralkodó lehet a hónapok óta Szombathelyen készülő nyíregyházi versenyző. Úgy gondoltuk, hogy nála ez a váltás egy kicsit megpróbálunk, hogy hát tovább tudunk lenni, mert helyben toporgott. Jelen pillanatban jó állapotban van, egy kisebb egészségügyi problémája, amit most úgy tűnik, hogy már orvosolnak, és hát bízunk abban, hogy eredményes lesz ez a bértartás. Egyéni csúcsokat várok tőle, és hát természetesen a magyar bajnokságot, mert ugye igazából Anita távolétében nincs ellenfél. Szikszai Róbert számára több lehetőség is lesz a kvalifikáció szint teljesítésére. Egyelőre áprilisban és májusban egy csehországi, illetve 2 németországi verseny szerepel a 26 esztendős nyíregyházi diszkoszvető naptárában.